Kibeszi András kibeszi? 1967-ben született. December 24-én. És még lesz róla szó. Úgy gondolom. Jó. Akkor üdvözlök mindenkit a Balkan Galériában. Mint látjátok, ez egy speciális galéria, az Arany Korona gyógyszertára ad otthont ennek. Én leszek az estének a házigazdája, engem Németh Eszternek hívnak, én vagyok a gyógyszertár vezetője. Az a megtiszteltetésért minket, hogy Gyimesi András Gyime kiállít nálunk, és Eifert János fogja megnyitni majd a kiállítást, most már átadom neked a szót, és szeretnénk, hogyha meghallgatnátok majd Gyimének és Andor Editnek egy közös koprodukcióját, egy zenei produkciót, amivel szeretnénk egy kicsit még fényesebbé tenni az estét. Átadom akkor a szót neked, János, mert... Meghetjük zenével? Nem tudom, hogy ők hogy készültek, mi szerintem... Egyszer János vagyok, Gyimének régi ismerője, tisztelője. Szóval, ahogy így körbenéztek, nem tudom, hogy illik hölgyeim és uraim, kedves barátaim, egy nagyszerű kiállítás tanúi lehetünk. Gyimesi András Gyime képeit láthatjuk. Annak idején én foglalkoztam a különböző fotoművészeten belül különböző korszakokkal, stílusokkal, és a Gyimét a képei alapján a fotográfia Picasso-nak neveztem el. Bizonyára tiszteletlenségnek tűnik, hogy egy fotográfust az egyik legnagyobb festőművészhez hasonlítani, de higgyék el, hogy nem sokan tévedek, tehát nem tiszteletlenség, hanem egy kreatív, újító irányzatnak a képviselő képeit láthatjuk. Én őt idézem, leghitelesebb róla beszélni, azt írja, hogy mióta látok, mindig is olyan szokatlan dolgokat vettem észre, amiket mások általában nem. Aztán elkezdtem fotózni bő 5 éve, illetve... Ez most már régen. Mondjuk, hogy 2009, amikor végig. És akkor írja magáról, hogy hamar az utcára kerültem, nem úgy, hogy kiteszem magát tudból, hogy bármit fotózni, teszi hozzá, mivel utcaváros témával kezdtem el fényképezni először, írja ő. Aztán elkezdtem más irányokba is mozogni, a modern fotózás, erről később itt a koncepciózus, megrendezett képalkotás. Menet közben azonban, hogy nem, egyre inkább készültek olyan képek, amik valahogy nem illettek bele semmilyen addigi irányba sem. Különböző részletek, fények és árnyékok, alaktalan alakzatok, ismétlődések, kitekeredett világ. Mindez áldásunk már nem csak puritánul látva a valóságot, hanem valamiféle szürreális belső szem által vezérelve, sokszor digitális eszközökkel is rásegítve a látvány létrehozásához. Így születtek ezek a képek, amelyek végül 2014-ben kezdtem egy sorba rakni, külön projektként kezelni. Így jött létre az Oculus AG nevű projektem. Egyik helyen írja, ki tudja, hogy mit hallott a halott,
a halott hal ott, ha legót kapott legót, kérdőjel. Mondta ő, szinte minden szinten őszintén, művész vagyok, nem igazi. Én megcáfolnám helyesírási hiba, nagyon is művész igazi, a képei igazolják, és beszélhetnék a sokoldalúságáról is, a vizuális művészetek, tehát a fotoművészetek kívül, a zene, meg egyéb publikációs formák is lételemedet jelentik. Hallunk valamit ebből a... Hallunk. Hallotok? Én is. Akkor hallgassuk meg az Audiovision hímet, és Andor Editnek a közös előadását. Improvizáció. Jó. Akkor megkérnék mindenkit, hogy oda. Jó. Ja, mert bűnvészük következik, és a bűnvészük. Kezdjük. Ez nem az a hang. Oh,
nagyon szépen köszönjük. Nekem ez egy nagyon-nagyon nagy élmény volt. Annyira fantasztikus volt. De Andráskám, azért pár dolgot mondjál, hogy ez hogy... De nekem elmondtak, hogy kutyulódik össze a zene. Ez kutyulódik, hogy itt élőben generálódnak ezek a hangok a számítógépen. Hát van egy program, ami ezt megadom, hogy milyen hangokat akarok előállítani, milyen sorrendben, stb. És közben néha nyomkodni is kell. Na, ez a legfontosabb, néha nyomkodni áll. Én belőlem meg jön a hangrend. Igen. De nekem nagyon izgalmas volt, szerű volt teljesen, meg nekem nagyon hajaztak a képeknek a hangulatára. Igen, nagyon van a mi. Én nem így fogalmaztam volna, nekem izgalmas. Én is találtam ki a dallamfoszlányokat, hogy a filmhez, ami nekem így eszembe jutott. A képekről, meg a hang az örejekről, meg a hangmodulokról. Úgyhogy köszönjük szépen akkor mindenkinek, aki eljött. András, neked gratulálok, és akkor szeretném megnyitni az Oculus AG 7E85, remélem, hogy jól. Teljesen jó. Jól olvastam föl című András Edgyimének. Kiállítás előtt. Igen, András és én vagyok Gimének. Gimé az én vagyok, az András meg az enyém, ami a Gimé. És akkor a Gimé, András Gimé. Így van. Szokmát szó. Gratulálok és köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Igen, köszönöm a meghívást is, hogy itt lehet. Hogyha valaki egy kis frissítőt szeretne, akkor nyugodtan fogyasztunk, itt tettünk egy kis üdítőt, meg egy kis lágcsálni valót, és aki viszont kíváncsi Gimének a képeire, szerintem nagyon szívesen beszélni. Tárolt vezetés. Ha valaki kérdez, el tudom mondani, hogy ezek azok a képek, amikor nem elköltöztek otthon, hanem be se költöztek. Köszönjük, uram! Üdítőt! Én választottam. Köszönjük szépen. Én is szeretem. András. Köszönjük. János. Sokat szólva is köszönjük. Jó. Egyébként csak néhány gondatot. Sokakban fölmerült, amikor a Sági Áginak is volt itt kiállítása, hogy mi az Istennek kell a Luci Múzeum helyett egy patikába kiállítani. És akkor azt találtam mondani, hogy elég sok kiállítást rendeztem, meg figyelemmel kísértem másokat. A Ludwig Múzeumban naponta 10-17 fizető látogató jelenik meg. Amikor a Fotoműszek Szövetség elnökeként volt alkalmam a műcsarnokban rendezett a magyar fotográfiát átfogalmazó bemutató szalont rendezésével közreműködni. Minden nap érdekelt, hogy mennyi látogató van. És akkor ott a pénztár mellett, egy kis fülkébe van egy könyv, és ott a napi eladott jegyeket mindig beírják. És akkor mondta, meg is mutatta, hogy ma 168-an voltak, és akkor mondom, ez borzasztóan kevés, hát lapozunk vissza, a legnagyobb kiállítások képe mutatta elkapott ki, ott 65 napi látogató volt, és hát csodálkoztam ezen, a lényeg az, hogy higgyétek el, vagy higgyék el, hogy itt naponta több látogató fogja ezeket a képeket nézni, és még szeretnék beszélni arról, hogy a művészet, beleértve a képzőművészetet, a filmet, a fotoművészetet, stb. Nem csak gyönyörködtet, élményt ad, hanem gyógyít is. Tehát vannak az egyetemen például tanítják a táncterápiát. Hihetetlen dolog, hogy jön össze a két dolog, mert a művek az emberi lélekre hatnak.
és ha gyönyörködtel élményt adnak, akkor egy olyan belső folyamat zajlik le bennünk, ami gyógyító hatású. Úgyhogy szerintem egy kicsit be is kontrázunk a gyógyszertárnak, mert aki eddig négy demagon él, fáradt be, az körülbelül akkor csak kettőt kéne. Vagy nyolcat. Na, a tény is van, hát mi úgy számoljuk, próbál két hónap alatt 5-10 ezer. Igen. Attól jó. Szóval... És ez olyan, hogy ha akarja, hanem akkor is látja, mert bent van, és nézelődik, és észreveszi. És nagyon érdekes, mert tényleg ezt tapasztaltuk, hogy amikor az egyik kiállítás követi a másik kiállítást, azonnal észre szokták venni, mert jelzi, új kiállító van? Ki az új kiállító? Mit lehet róla tudni? Hú, de jók ezek a képek, és akkor megállnak és nézelődnek. De vasárnap, ugye itt vásár szokott lenni, szombaton vásár szokott lenni, és rengeteg turista jön, és nagyon sokszor van olyan, hogy bejönnek és csak körbenéznek. De olyan is volt, hogy valaki bejött vásárolni, és odajött a kasszához, és megkérdezte, hogy ezek a Sági Ágynak a képei? Mit keresnek itt az Ági képei? És teljesen le volt döbbenve rajta, és nagyon tetszett neki. Úgyhogy abszolút pozitív. Bocsánat, csak még egy dolog, hogy ez a Picasso-s hasonlat, hogy egyáltalán nem túlzál. És zeneibe is, amit most hallottunk, általában szokatlan, újszerű és visszaemlékszem, hogy amikor Bartókkal ismerkedtem, akkor befogtam a fülemet, mert amit ő a 1930-as években írt, például a balettzenéket, a Csodatos Mandarin, vagy a Színpadi művet a Készletálló Hercegvárát, akkor nagyon szokatlan volt. Tehát nem volt egy népszerű dolog, hogy nem a Dominicon, tehát nem egy kellemes, harmonikus, hármas hangzat hallatszik, hanem valami furcsa, egész különleges. Akkor jött Ligeti György nagyjából abban az időszakban, és az ő zenéjüket is igazán ma értünk meg arra, hogy élvezettel hallgatjuk egy gyönyörködőt. És egy apró dolog, hogy nemrég most hunyt el Ötvös Péter, kétszer Kossuth díjas, világszerte elismert zeneszerző, és a legtöbbet játszott zeneszerző. Hihetetlen, hogy az operáit is világszerte játszották, és gyakrabban többször, mint Puccinit, meg a kedvenceinket. Itt Magyarországon még kevésbé érződik rajongó tábora, de hallgassák meg YouTube-on is akár, mert azon kívül, hogy zeneileg is egy nagyon különleges kortárs műveket írt, még a színpadi előadást, tehát hogy bevonta magukat a zenészeket is szereplőként, színpadi szereplőként, humort, iróniát, játékot vitt be, a főszereplő, az énekesnő olyan ruhába jelenik meg a színpadon, mint hogyha egy utcalányt jönne éppen a kupleráiból, de olyan csodálatos, izgalmas dolgot írt, hogy csak párhuzamot akartam mondni, hogy a szokatlan, újszerű dolgoktól ne jegyünk meg, tehát hogy ne fogjuk be a fülünket, hogyha gimét hallgatjuk meg a műveit. Köszönöm szépen. Hát, írjuk megköszönni, meg tisztelni azt a tevékenységet, hogy itt rendszeresen fotókiállítások, meg képzelőzeti kiállítások láthatók, és remélem, hogy a közönség örömére és visszatartására ezt folytatni kell. Bízzunk be nagyon. Ja. Úgyhogy... Ez nem támadható. Legalább. Ez a saját.
Mert minden mázsul benne lesz. Hát lehet, hogy jön ez olyan törvény, hogy bízbe kell fölírni a műveket. Egyébként nyugodt legyen, tehát igazán nem sértő. Nyugodtan hasonlíthatunk téged a Picasso-hoz, Picasso méltó ehhez. Jó, köszönöm. És akkor lehet fogyasztani. Szimbolikus pogácsa, ital, közben engem az érdekel neki, mert hogy neked melyik a három kedvenc szépen ezek közül. Nincs ilyen. Mind szereted, mi? Na, és olyan kis titkos. Én mindig az, amit éppen elkészítettem, mindig az. Most a, ami éppen most kedvenc, az egyébként nincs kiállítva, mert annyira friss, hogy nem volt idő kinyomtatni. De pont a projektnek az a főképe, az óvója gyakorlatilag nekem az a, arra egy reakció. De nem annak készült, csak az lett belőle. Hát ez így születik mindig, az ember előre nem tudja, mi lesz belőle. Az gyakorlatilag a hibaizmusnak a csimboraszója. Ha tudod, hogy a csimboraszó. Az a csúcsa. Tehát ez úgy készült, hogy ez egy hiba. Ugyanis véletlen megnyomtam a telefonnál a kamerás gombját, miközben itt tartottam a kezemben. Jaj, és azért vörös, mert hogy a kezemet, ahogy megvilágította a vér. Ja, szépen. Nekem a pártyól tetszik nagyon, az a kép, nekem az a kedvenc. Én nagyon szeretem ilyen irai képeket. A másik, ami most nekem nagyon-nagyon tetszik, az ő mert jön a nyár, és kapott olyan jó élményeket nyitott róla eszembe, hogy most már várom a 4 hét múlva nyári szünetet. Már csak 3 hét, bocsánat, 3 hét, ő jobban tudja. Ja, ja, ja. Nekem az a kép is nagyon tetszik. Mégpedig azért, mert annyira tiszta, annyira egyszerű. A téma hétköznapi, nincs rajta semmi. De ahogy megvan ez nekünk mutatva, az teljesen különleges. 3 órán keresztül össze voltunk zárva. Ez a konyha ablakon bolszik, mint ahogy egyébként az is a konyha ablakon. Nagyon tetszik. Kicsit másképp. Ezzel a besötétedő felső résszel van egy kis kereteske is. Az azért van, mert ugye itt jó a cím is. Nagyon jól áll a képnek. Nagyon jól áll a képnek. Tehát egy vakrán valami még javasoltak. Hát a sárgalás az mindenki.